Mai kísérletünkben egy rendkívül különleges vetítést láthatunk, a láthatunkat akár idézőjelben is tehetjük, amely az infravörös tartományba fog egy diavetítőgépet bemutatni nekünk. Mint tudjuk, egy vetítéshez jó néhány dologra szükség van, például vetítővászonra. Ha valaki megnézi ezt a vetítővásznat, elég különösnek látszik, hiszen azt szoktuk meg, hogy a vetítővásznak fehérek, de elmondom, hogy infravörös tartományba, mint ahogy majd ki fog derülni, teljesen mindegy, hogy egy vászon a látható tartományban fekete, fehér vagy akár bármilyen színű. Szükség van továbbá egy közönségre, amely képes látni, érzékelni a vetítővászon történt dolgokat. Ehhez egy infravörös tartományba látó webkamerát használunk, amelyet saját magunk is elkészítettünk. Egy ilyen kamera elkészítésének módja megtalálható a honlapomon is, www.pilat.fv.hu. Nagyon egyszerű egy ilyen kis kamerát készíteni. A lencsén található infravörös szűrőt kell leszerelni, és a helyébe be kell tenni egy olyan szűrőt, amelyik a látható tartományt szűri ki, és az infravörös sugarakat engedi át. Szükség van tovább egy ilyen vetítőgépbe, fényforrásra, hiszen látjuk, hogy most még épp hogy csak valamit látunk a kezemből, illetve a vetítővászomból. Kapcsoljuk hát be a világítást, világításunk egy 1,5 voltos elemről működik, és egy olyan infravörös LED a fényforrás, egy kollimátor lencsével kiegészítve, amelyik arra használatos, hogy a különböző gépkocsi telephelyeket éjszaka megvilágítsák, és infravörös kamerával betörőket például érzékeljék. Tehát most már látjuk, hogy van fény, ez onnan is látszik, hogy az árnyőn egyrészt létre tudok hozni árnyékot, másrészt látszik, hogyha a kezemet a kamera, vagyis a közönség elé teszem, akkor a kezem is látható, és hát az árnyéka is. Szükség van tovább a vetítéshez egy kiadós, vagy egy komolyabb méretű vetítőlencsére. Ezt fizika szertárakban nagyon könnyen föl lehet lelni, hogyha a fény útjába helyezzük ezt a vetítőlencsét, akkor az árnyőn már megjelenik egy fénynyaláb, és szükség van továbbá a filmre, legegyszerűbb esetben most egy műanyag vonalzóra rajzolt smiley-t teszünk a film helyére, és amikor megfelelő helyre tesszük a tárgyat, akkor gyönyörű szépen látszik a fekete vetítővásznunkon, vagy akár a kezünkön is a smiley képe, illetve a felbontás szempontjából fontos, hogy a milliméter skála is milyen jól kivehető. Nem csak ilyen egyszerű képeket lehet itt létrehozni, hanem akár komolyabb régi fényképeket is meg lehet jeleníteni. Itt van például egy ilyen fénykép. Egy fóliára nyomtattam rá, persze megfelelő tükrözések után, egyik nagy tanítómesterünk képét. Reméljük, hogy felismerhető lesz az ábrám. Egy kis fókuszálás, és már is gyönyörű szépen látszik az ábrán üveges professzor, illetve a heki kutyája. Egy másik képet is bemutatnék, szintén a professzor úrról készült. Azt hiszem, hogy ez is egészen jó kivehető. Ha valaki nem találna vetítőlencsét, akkor se keseredjen el, hiszen pont öveges professzor úrtól tanultuk, hogy ezek a drága eszközök kiválthatók egyszerű, köznapi használatos eszközökkel is. Itt van például egy bontatlan, unikumos üveg. Látjuk rajta, hogy gömb alakú, tehát valószínűleg lencsének megfelelő. És hát ugyan infravörös vagy látható tartományba nem átlátszó, de nézzük meg, hát ha szerencsénk van infrába. Lencse tartónak megteszi egy ilyen orvosságos üveg is. Tegyük vissza a filmet a helyére. És persze most kicseréljük a
vetítő lencsét az unikumos üvegre, és nézzük, hogy sikerül-e így valamilyen módon képet kapnunk. Én azt hiszem, hogy gyönyörű szépen látszik a milliméter skála, sőt, ha ügyeskedünk, akkor a smiley-nak is meg kell jelennie. De úgy tűnik, hogy most éppen rossz a magasság, egy picit állítunk rajta, a smiley nem esett bele a fénysugarak útjába. Szerintem most már látható. Hogy mire jók még ezek az infravörös fénysugarak, azt a kamerámmal demonstrálnám. Például pénzek hamisságának ellenőrzésére. Maradjunk a vetítő vászonnál, és tegyünk egy 1000 forintost a vetítő vászon elé. Gyönyörű szépen látszik, hogy infravörösbe gyakorlatilag csak a Herkules kútnak a fele látszik. Illetve ha megfordítjuk a pénzt, akkor szintén látszik, hogy itt például eltűnt róla az 1000 forintos felirat, és csak néhány jel látható. Nem csak a forintot, hanem más pénzeket is el szoktak látni ilyen védelemmel. Itt van például ez a 10 lejes, amelyiken, hogyha megnézzük, az úrnak eltűnik a feje a pénzről. Infravörös tartományban nem minden átlátszatlan, ami láthatóban annak látszik. Itt van például ez a hamutartó, ami azt hiszem, aki fogott már ilyet tudja, hogy átláthatatlan. És ha most megpróbáljuk megnézni magunkat, és a kamera elé teszem, hogyha meg vagyok világítva, gyönyörű szépen látszik, hogy ez a hamutartó ez. Na most már jobban látszok így, hogy a hamutartó az teljesen átlátszó. Lehet, hogy még jobb, hogyha még messzebb viszem, és akkor látszok is, meg átlátszok is. Először megvilágítom magamat, na, így a jó, és akkor látszik, hogy beszélek a hamutartó mögött, pedig látszólag a hamutartó átlátszatlan.